Gyülekeznek a szoboravató ünnepség résztvevői, több százan jöttek el ide a püspökvár előtti térre, hogy részt vegyenek Győr legújabb szobrának avató ünnepségén. Amint arról kedden elsőként számoltunk be, a II. Világháború idején vértanú halált halt püspök Apor Vilmos alakját Lebó Ferenc mintázta meg bronzból, az alkotás felállítását pedig a Vilkor és a Gasztonyi család finanszírozta. A Szent László szobor kapcsán merült fel az a kérdés, hogy illő lenne egy illő emléket szeretnénk állítani elsősorban a püspök atya, Apor Vilmos püspöknek. Hát én úgy gondoltam, hogy ez most még belefér a mi elképzelésünkbe, és hát természetesen a győri nagyok előtt ezzel is szeretnénk tisztelegni, és azt gondolom Apor Vilmos püspök az az ember volt, aki egész életével példamutatásával, az életének a feláldozásával méltó példaképet teremtett az utódok számára. November 9-e az egykori püspök boldoggá avatásának 15. évfordulója, ezért éppen pénteken este avatták fel a káptalandombi aporszobrot. Az ünnepségre a város és a megye vezetői mellett Győrbe érkezett Magyarország apostoli nunciusa is. A szoboravatásról részletesebben hétfő esti híradónkban számolunk be.